A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra a Fehérvár televízióban. Október 4-én elindult az új ciklus, megalakult a város új képviselőtestülete. Erről beszélgetünk stúdiónk vendégével, Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy beszélgethetünk Fehérvárról. Ugye egy új ciklus mindig fontos egy adott város életében. Székesfehérváron mondhatni nagyon gördülékenyen indult el ez az új ciklus, hogyha fogalmazhatok így, polgármester úr, de ön hogy látja? Hála Istennek és annak, hogy a szereplők érezték, hogy ez tényleg egy ünnepi alkalom, egy kicsit a demokrácia ünnepe is, és egy új ciklust megalapozó ünnepélyes pillanatok azok, amik megjelennek az alakuló közgyűlésen, hogy viszonylag nyugodtan és békésen ment maga a közgyűlés is, és az előkészítő folyamat is. Ugye szeptember 20-án tartotta az előző önkormányzati ciklus képviselőtestülete az utolsó testületi ülést, és az azt követő héten ültünk le az ellenzéki képviselőtársainkkal, és tettük meg nekik azt a ajánlatot, hogy a közgyűlési aránynak megfelelő bizottsági és tanácsnoki helyeket tudjuk nekik felajánlani, beleértve bizottsági, elnöki, alelnöki, tagsági, külső szakértői, illetve tanácsnoki helyeket. És ezt a javaslatot, ezt az ajánlatot néhány apró pontosítás mellett ő konstruktív módon elfogadták. Én úgy láttam, hogy örülnek is ennek a javaslatnak, és részt kívánnak venni a bizottsági tanácsnoki munkában is. Egyébként ennek a tárgyalássorozatnak a keretében arról is tájékoztattuk őket, hogy a szervezet és működési szabályzatot készek vagyunk módosítani, annak érdekében, hogy ne csak a Fidesznek legyen frakciója a testületen belül, hanem az ellenzéki pártoknak is legyen lehetőségük képviselőcsoport létrehozására. Így azt a korábbi szabályt, hogy 3 fő kellett legalább ahhoz, hogy egy politikai alakulat frakciót tudjon a közgyűlésbe alapítani, hogy azt a számot levisszük 2-re, és így további 2 frakció alakulhatott meg. Egyébként az alakulülés második felében ez meg is történt, így 3 frakció kezdi el a munkáját. És hát jól jelzi a előkészítésnek a sikerességét, hogy a közgyűlésen beleértve a személyi döntéseket is, beleértve a 2038-ra vonatkozó ünnepélyes nyilatkozatot is egyhangulag fogadta el a testület ezeket a határozatokat, előterjesztéseket, azt gondolom ez mindenképpen pozitív. Itt szeretném megköszönni ellenzéki képviselőtársaimnak azt, hogy az alpolgármestereket is megszavazták, ugye titkos szavazással történik ez, de mindegyik alpolgármestere 21 szavazat érkezett, tehát mindenki az ő támogatásukat is megadta voksával, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg nagyon békésen, nyugodtan, konstruktív módon kezdődött az új közgyűlési munka. Nem néztem őszintén szóval még meg az összes megyei várost, hogy állnak, de biztos vagyok benne, hogy a politikai kultúra tekintetében megint sikerült Székesfehérvárnak pozitív üzenetet küldeni az ország egész számára. Visszakanyarodnék a frakciókhoz, az mindenképpen példaértékű, hogy ennek a döntésnek köszönhetően ugye a Fidesz mellett a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak és a Fehérvárért Közösen Egyesületnek, korábbi nevén Fehérvári Ellenzéki Összefogásnak is lehet majd ezentúl frakciója. Én is így érzem, és ezért is hoztuk meg ezt a döntést. Ugye a helyi közgyűlés az nagyon fontos, hogy úgy tudja a munkáját végezni, hogy a teljes székesfehérvári nyilvánosságot valamilyen módon képviseli. Június 9-én az emberek voksolhattak, köszönet mindenkinek, aki elment és részt vett a választásokon, bárkire is adta le, akár polgármesterjelölti, vagy éppen önkormányzati képviselőjelölti szavazáson a saját voksát. Hozzájárult ahhoz, hogy egy legitim testület álljon föl, ráadásul ugye nagyon magas részvétel mellett, ami szintén növeli a társadalmi támogatottságát ennek a közgyűlésnek. És szerencsére egy egyértelmű többség alakult ki, tehát lehet tudni, hogy ki a felelőssége a város vezetésének, és ki az, aki az ellenzéki feladatokat, szerepkört látja el, de nagyon fontos, hogy összességében mégiscsak mindegyikünknek egy közös feladata van, Székesfehérvárért dolgozni.
Erre is tettük le az esküt mind a képviselők, mind a polgármester, és ennek az is része, hogy a helyi demokráciában megadjuk egymásnak azokat a jogosítványokat, amelyekkel ki a saját feladatát el tudja végezni. Ugye az ellenzéki képviselők esetében vannak fontos ellenzéki jogosítványok, ilyen a interpelláció lehetősége, a szóbeli kérdés, azonnali kérdésnek a lehetősége, és ezt egészítettük ki azzal, hogy frakciót is tudnak alakítani. Nem lett volna szerintem szerencsés az, hogyha azt mondjuk, csak meghúzva a vállunkat, hogy hát senki nem tud háromfős frakciót alakítani a Fideszen kívül, hát akkor egy frakció lesz a közgyűlésben, és akkor nekem mindig elég azzal a frakcióval egyeztetnem. Szerintem ez nem lett volna helyes. Az nagyon fontos, hogy minden fehérvári joggal, okkal érezhesse azt, hogy ez a testület érte is dolgozik, beleértve a képviselőket és beleértve a polgármestert. Nyilván a polgármesteri felelősség az kiemelt és nagy és jelentős, de fontos, hogy a testületen belül is ki hangot adhasson azoknak a véleményének, akiket ő képvisel a közgyűlésen belül. Úgyhogy én remélem, hogy tényleg tudtunk egy kicsit ezzel is példát mutatni. Nyilván lesznek viták a testületben, nem lesz mindig mindenben úgy konszenzus, mint most az alakulás. De a demokráciában szerintem ez természetes, hogyha ez egymás tiszteletén alapul, adatokon, információkon, tudáson alapul, hogyha elfogadjuk a hivatal szakmai segítségét, és így teszünk meg javaslatokat, és nem önmagában országos pártpolitikai patronokat pattogtatunk, akkor azt gondolom, hogy ez így előre fogja vinni a város. Ugye így kezdődött el a testület munkája, az első alakuló közgyűlés optimizmussal tölthet el bennünket, de hát azért nyilván várjuk meg az első rendes közgyűléseket, ugye november 8-án és majd december 6-án is tart még ebben az esztendőben közgyűlést a képviselőtestület. Talán ez is egy fontos lépés volt, hogy azon kívül, hogy megalakult a testület, ami ugye az ünnepélyességét és a legfontosabb részét adta az eseménynek, de ezen túlmenően bizottságokat is felállítottak, és gyakorlatilag az érdemi munka is elindult. Valóban így van, ugye eleve van az alakuló közgyűlésnek egy törvényben meghatározott rendje, amit meg kell tartani. Ennek fontos része az, hogy a választási bizottság elnöke, Palos elnök úr beszámolt a választási bizottság és választási szervek munkájáról, nem elfelejtve, hogy Európa Parlamenti választásra és nemzetiségi választásra is sor került június 9-én. Egy részletes beszámolót tartott erről, majd ezt követően ugye az eskütételek következtek, megválasztottuk az alpolgármestereket, ugye három főállású alpolgármestert választottunk, és egy társadalmi megbízatású alpolgármestert, ugye Róth Péter lett az általános helyettesem, Mészáros Attila és Lerner Zsolt végzik tovább alpolgármesteri munkájukat, Horváth Miklós Csaba, itt ugye több évtizedes öreghegyi képviselői múlt az, ami vitt a fehérvári közéletben, és most egy társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladatra kértem őt föl, és amikor ezen túl voltunk, akkor utána megválasztottuk a bizottságokat, tanácsnokokat, és a bizottságokon belül nem csak a képviselői tagokat, hanem az úgynevezett nem képviselői tagokat is. Tehát teljes egészében fel tudott állni a bizottsági tanácsnoki struktúra. A bizottsági tagok el tudtak jönni esküdteni, a külső szakértők is. Ennek megfelelően már teljes értékű munkát tudnak végezni. Tehát akár ha november 8-át megelőzően össze kell hívni bizottsági üléseket, akkor ezt meg tudják tenni, és a munkát el tudják végezni. Szerettük volna, hogy minél rövidebb legyen ez az átmeneti idő, hiszen szerintem a stabilitásra is, a biztonságra is voksoltak a fehérváriak június 9-én, és joggal várják el, hogy a munka gyakorlatilag folyamatos legyen. Most ezt a testület elfogadta, és azt hiszem, hogy biztosította is, úgyhogy bízom benne, hogy a munka itt tud megkezdődni. Négy bizottsággal dolgozunk, ez ugye szám szerint ugyanannyi, mint eddig. Alapvetően hasonló bizottsági struktúrával, és még egyszer ott is ronda szóval leképeződik az a politikai arány, amit a testületben is megjelenik. A stabilitást említette, talán ezt tükrözik az alpolgármesterek személyei is. Így van, hiszen közülük Róth Péter, Mészáros Attila és Lerner Zsolt az előző ciklusban is végezte mellettem az alpolgármesteri munkájukat. Nagyon nagy segítséget, támogatást adtak ahhoz, hogy én is nyugodtan dolgozhassak. Ráadásul nem volt egy könnyű önkormányzati ciklus, olyan váratlan nehézségekkel, mint a pandémia, a szörnyű háború, menekültek kérdése, vagy éppen az energiaválság.
de ki a saját területét felügyelte. Ugye, hogyha nagyon mondjam, röviden ezt el szeretném mondani, akkor ugye Roth Péter az, aki az én általános helyettesem, tehát bármi miatt én akadályoztatva vagyok, vagy lennék, akkor a Péter az, aki helyettesként ezt a feladatkört el tudja látni. Emellett ő ugye nagyon sok társadalmi kapcsolat tartási feladatot lát el, közéleti feladatokat lát el, illetve most bővült az ő portfóliója a 2038. évre tervezett Szent István emlékév előkészítő munkáinak megindításával, úgyhogy Péter ezt fogja végezni. Mészáros Attilához a humán terület gyakorlatilag egészen kivéve a kulturális terület tartozik. Belegondolunk, ez akár a szociális, akár az óvodai szektort nézzük, ez nagyon-nagyon jelentős, de emellett a közösségi közlekedés is, általában a közlekedés is Attilához tartozik, és nagyon sok sporttal foglalkozó intézményi, közösségi ügyet is Mészáros Attila végez, és Lerner Zsolt a harmadik korában is regnáló alpolgármester, aki pedig kulturális területekkel foglalkozik, rendezvényeken helyettesít engem, illetve foglalkozik bizonyos önkormányzati gazdasági társaságoknál felmerülő kérdéskörökkel. Ugye annyi változás van egyébként a három alpolgármester tekintetében, hogy egyik Roth Péter listás önkormányzati képviselő volt, mostantól kezdve, hogy Öreghegy déli részét is képviseli, volt is lakossági fórumunk már vele a múlt hét folyamán. Mészáros Attila továbbra is képviseli a Tóvárosban, Alsóvárosban élőket, Lerner Zsolt pedig, aki eddig nem képviselői tagként volt tanácskozási joggal ott a közgyűléseken és alpolgármester, a belváros polgárainak bizalmát élvezi most már október 1-től, ő a belváros önkormányzati képviselő, egyébként ott is megtartottuk az első lakossági fórumot, az előbbi helyen Horváth Miklós Csaba, az utóbbi helyen pedig Szabó Bakos Marcsi is elköszönt, ugyanúgy, mint Horváth Miklósné a Vízivárosban, aki Patik Ferencnek adta át a stafétát szintén egy lakossági fórum keretében. Úgyhogy a három alpolgármester ezt a munkát végzi, a Horváth Miklós Csaba pedig részben nekem fog segíteni szintén rendezvényeken való részvétel tekintetében, részben pedig nyugdíjas klubokkal, katonai hagyományőrző szervezetekkel, civil közösségekkel fog kapcsolatot tartani. Említette a négy bizottságot is, ami alapjában nem változott meg, de azért nyilván egy kicsit áthelyeződtek a hangsúlyok, talán fogalmazhatok így. Igen, illetve talán annyi változás van, hogy végeznek már 2038-as emlékével összefüggő feladatokat. A leghangsúlyosabb bizottsági feladatok azonban alapvetően egyik esetben sem változtak. Nem szerettük volna, ugye régen jóval több bizottsággal működött a közgyűlés, mi úgy láttuk az előző egy cikluson, hogy ez a alapvetően kevesebb bizottság, ez hatékonyabb munkát tud végezni. Arról nem is beszélve, hogy bizony vannak olyan képviselők, akiknek a négy bizottságból háromnak is tagjának kell lenni. Tehát ő nekik ez egy többlet feladatot jelent, de hála Istennek ezt mindenki vállalta. Ugye az a működési rendünk, hogy közgyűléseket általában a pénteki nap tartjuk, és előző nap csütörtökön délelőtt egymást követően tartjuk meg a bizottságüléseket. Nyilván úgy, hogy mindegyik adott képviselő, mindegyik bizottságon, ahol ő tag, egyébként részt tudjon venni. És talán még azt a szabályt fontos így elmondani, hiszen nem biztos, hogy ezzel, aki nem minden nap ezzel foglalkozik, feltétlenül tisztában van, hogy ugye egyel több képviselői tagnak kell lenni, mint nem képviselői tagnak. Tehát ezt is a matematikai arányoknál figyelembe kellett venni, de miután egyhangú döntéssel álltak föl a bizottságok, választottuk meg a tagokat, elnököket, ezért azt gondolom, hogy ez jól sikerül. Az alelnököket pedig majd az első bizottsági alakulülésen maguk a bizottságok fogják megválasztani, de egyébként abban is a politikai megállapodások létrejöttek, úgyhogy szerintem az sem lesz akadálya annak, hogy a bizottságok is elkezdjék a munkájukat. Itt ugye már többször szóba került a 2038-as emlékévről való felkészülés, vagy akár Roth Péter stratégiai szerepe ebben. Miért fontos ez az esztendő, és hogyan tud felkészülni erre a város? Most még elég messzinek tűnik ez az időpont, de hát aztán nagyon hamar itt lesz. 2013-ban tartottunk egy Szent István emlékévet, akkor Szent István halálának 975. évfordulója alkalmából hirdettük ezt meg, és ennek 11 éve, majdnem 12 éve. Tehát ha innen nézzük, akkor az az idő, ami előttünk van, mondjuk 13-14 év a 2038 elejéig, az nem is annyira sok.
viszont az egy ezredik évforduló, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon kerek évforduló. Ugye viccesen mondhatnám, hogy annak az esélye, hogy egy következő ezredik évfordulót megélünk, annak azért viszonylag kicsi. Igen. Tehát ez ennek a mostani időszaknak egy nagyon komoly kihívása, és szerintem lehetősége. És ezért éreztük úgy, hogy egyrészt szép dolog lenne, ha az alakuló közgyűlésen elfogadnánk egy nyilatkozatot, amely nyilatkozatban felhívjuk a figyelmét egyrészt azoknak a városoknak, Esztergom, Buda, Zsámbék, esetleg Veszprém, ahol valamilyen módon ennek van kötődése, hogy közösen kezdeményezzük a kormány irányába, hogy nyilvánítsa majd 2038-at Szent István emlékévnek, és szeretnénk, hogyha Esztergom és Székesfehérvár megkapná azt a lehetőséget, hogy erre egy Szent István tervet elkészíthessünk. És ezt nem úgy kell érteni, hogy akkor mi csak már ezzel foglalkoznánk mostantól kezdve 13-14 évig, vagy hogy ez csak is kizárólag egy-két történelmileg kiemelten fontos kérdést, helyszínt, mondjuk a nemzeti emlékhely ügyét karolja föl, hanem mi szeretnénk erre egy átfogó, a város egészére, minden problémakörére, városrészére kiterjedő stratégiai programot megalkotni, elfogadni és utána végrehajtani, és ezt szeretnénk társadalmiasítani. Úgy, ahogy egyébként 2013-ban is megtettük ezt, hogy lehetett csatlakozni az emlékévhez ötletekkel, javaslatokkal, rendezvény szervezéssel, ugyanerre megadnánk most is a lehetőséget, és bízom abban, hogy ebben nagyon-nagyon sok ember fog részt venni, magánszemélyként, adott esetben intézményként, közösségként, civil közösségként, kulturális előadó művészeti gyűjteményekkel, kultúrás gyűjteményekkel foglalkozó intézményként, egészen az iskolákig sokakat szeretnénk megszólítani, és szerettük volna ezt időben elkezdeni. És talán szimbolikus, hogy egy önkormányzati ciklus alakuló közgyűlésén ezt tegyük meg, úgyhogy ezt 5 év múlva tesszük meg, akkor viszont már nagyon-nagyon lerövidült volna a rendelkezésre álló idő. Akkor arra is lehet gondolni, hogy akár lesz egy ilyen íve ennek az egésznek, tehát az elkövetkező években is azért apróbb elemek megjelennek? Igen, mindenképpen ez a terv, ez az elképzelés, és hát ennek keretében pedig nyilván kiemelt szerepet, helyet kap a nemzeti emlékhely kérdésköre. Gondolhat és utalhatok itt a jelentőségét tekintve az új régészeti kutatások eredményeire is, hiszen a Szent István Király Múzeum régészei, ahogy korábban a Jókai utcában, most éppen a Megyeház utcában, úgy nem olyan régen a nemzeti emlékhely területén is kutattak, és ugye új tudományos eredmények is napvilágot láttak ezen kutatásoknak, hála. Ami megint megerősíti ennek a helynek a világi, állami, szakrális jelentőségét egyaránt, és én úgy érzem, hogy ahogy az most ott kinéz, az nem mélt vagy ezredik évfordulóhoz. Én tudom, hogy ez föl fog vetni vitákat, kérdéseket, de ezt is társadalmiasítani szeretnénk, mind a tudományos, mind a szélesebb vett közvélemény bevonásával. Jó lenne találni egy olyan megoldást, ami egy olyan kialakítást akar, amely kialakítás valóban méltó felkészültséget jelent 2038-hoz, és ahhoz is, hogy a királycsontok újratemetése az itt Székesfehérváron, és ezt szeretném háromszor aláhúzni. Akkor ezek szintén is olvasta azokat. Olvastam, az értesüléseket, és mélységesen felháborodtam már magán az ötleten is, még véletlenül sem természetesen Makovec úr terveire gondolok, hanem arra, hogy kitalálták egyesek, hogy ott kellene a királycsontokat nyugóhelyét megtalálni. Nem, az a Fehérvár illeti, ezt Fehérváron kell megteremteni, ide kell az újratemetéseket megszervezni, már csak azért is, hiszen azok a királyok és családtagok, azok úgy rendelkeztek, hogy ők ebbe a földbe szeretnének nyugodni. Márpedig ezt azt gondolom, hogy illő tiszteletben tartani, de természetesen ehhez még egyszer a nemzeti emlékhelyet méltó módon ki kell alakítani. Ugye az osztáriumban őrzött csontmaradványok kutatása folyamatosan zajlik, bízom benne, hogy előbb-utóbb majd ennek az eredményét is meg lehet ismerni, de mi azt halljuk, hogy ott is történtek beazonosítások, tudományos megállapítások, amik biztos vagyok benne, hogy újra föl fogják vetni ezt a kérdést, de a leghatározottabban ki kell állnunk amellett, hogy ez Székesfehérvárt illeti. Meg talán a nemzeti emlékhelyen található romoknak az állagát is fontos megvédeni, hiszen egy része ugye most már biztos helyen van a nemzeti emlékhely látogatóközpontjában,
lánykori nevén Kőtárban, de hát a másik része az ott van, és az időjárás is mindenféle viszontagságnak ki van téve. Igen, ez pontosan így van, ezért szerintem olyan terben érdemes gondolkodni, ami a romok, a kőfaragványoknak a védettségét, védelmét is biztosítja. Ugye egy nagyot tudtunk előrelépni a látogatóközpont kialakításával. Egyrészt megmentettük a köztársaság mozi épületét, ugyanúgy, mint évekkel korábban a Petőfi mozi épületét is, mind a kettő épület, mind a mai napig a város közösségét, kulturális életét szolgálja. A látogatóközpont egyrészt egy tudományos kutatóközpontnak megfelelő hely, másrészt a megmaradt kőfaragványok biztonságos elhelyezését garantálja, harmadrészt pedig egy nagyon szép kiállítás keretében a nemzeti emlékhely jelentőségéről is szól, az egykori koronázó bazilika jelentőségéről, és nem titkolt, ami azért szerettük volna, és örülünk aztán annak, hogy a kormány elfogadta ezt a kérésünket, mert úgy éreztük, hogy ez egy jóval gyorsabban létrehozható, berendezhető, akár időszaki kiállításokról időről időre tovább szépíthető hely, mint hogyha valamit a nemzeti emlékhelyen szeretnénk. Ebből nem volt vita, ebben volt egy szakmai konszenzus, tudós emberek dolgoztak, építőipar szép munkát végzett. Nyilván mi történjen a nemzeti emlékhelyen, azért az több kérdést fölvet. Viszont most ez a látogatóközpont létezik, oda lehet vinni egy iskolai osztályt, el lehet mondani nekik ennek az épület együttesnek a jelentőségét, az egyes korszakait, és utána lehet átmenni a romterületre, ami biztos egy más élményt fog adni, mert aki oda belép innentől kezdve, az tudja, hogy hova lépett be, mi ennek a helynek a jelentősége, hogy nézhetett ez ki az egyes korszakokba, és talán ez is növeli majd azt a társadalmi igényt, hogy valamit ezzel a területtel és ezzel a helyel kezdjük. Ugye itt utalnék arra is, hogy Szikora János igazgatóréknak köszönhetően hosszú éveken keresztül a koronázási szertartást játék keretében egy kicsit meg lehetett idézni ezt a bizonyos koronázást, azt, hogy mégiscsak 500 éven keresztül ennek a helynek kiemelkedő jelentősége volt a magyar államiság folytonossága vonatkozásában. Ezáltal ez egy rangot és tisztességet adott történelmi jogokkal együtt Székesfehérvárnak, úgyhogy érdemes erről időről időre megemlékezni, erre az emberek figyelmét felhívni. Ez azért lokálpatrióta érzést, büszkeségérzetet ad, de a mindennapokban is szerintem egyszerűen az egymásra való odafigyelés képességét is egészen biztos, hogy erősíti. Ha tisztában vagyunk, hogy mi egy történelmi városnak lehetünk polgárai. És akkor, hogyha jól értettem, akkor ez a bizottsági struktúrában is meg fog jelenni ez a feladat. Igen, szeretnénk egyrészt az egyik bizottságnak a statútumába felvetetni 2038-at, és minden ezzel kapcsolatos ügyet be fogunk vinni a bizottság elé, azokat is, amik egyébként nem kerülnek a közgyűlés elé, mert nem olyan jogi értelemben, nem olyan szintű döntések, de ott is fontos, hogy erre a helyi közélet ez folyamatosan rá tudjon nézni, átlátható legyen, ellenőrizhető legyen, és ezzel is fönn tudjuk tartani azt az egységet, ami megmutatkozott abban, hogy egyhangú döntéssel fogadta el ezt a nyilatkozatot a város közgyűlése. Emellett létrejön egy munkacsoport, amit Róth Péterrel közösen fogunk vezetni. Ide meg fogunk hívni egyébként olyan köztiszteletben álló embereket, akik szeretnénk, hogy az első pillanattól kezdve segítenék a munkánkat, és szeretnénk felállítani egy pici non-profit céget, amelyik pedig ezt a munkát koordinálni fogja, összefogja és segíti azt, hogy a döntés előkészítési folyamat, illetve döntéseket követően végrehajtási folyamatban legyen egy szervezet, amely koordinál, hiszen itt szinte az összes önkormányzati vállalatról, önkormányzati intézményre, külső partnerekre, állami intézményekre egyaránt szükségünk lesz. Tehát egy nagy széles körű összefogás. Igen, itt az a civil közösségekre, történelmi egyházakra is számítunk ennek a munkának a keretében. Ugye arról már szót ejtettünk, hogy október 4-én akkor megalakult az új közgyűlés. Tényleg nagyon emblematikus volt, hogy minden egyhangulag ment át. November 8-án folytatódik a munka. Mit vár az új ciklustól? Hát szeretném azt hinni, vagy azt remélni, vagy azért imádkozni, hogy egy kicsit kiszámíthatóbb legyen a világunk, mint ami az előző években volt. Talán annyira emlékeztethetjük a tévénézőket, hogy 2019-ben, amikor mondjuk egy ciklus elején beszélgettünk, akkor álmunkban nem gondoltuk volna, hogy pár hónap múlva a világ leáll, és a pandémiával egy teljesen új korszak köszönt be,
azt sem gondoltuk, amikor annak vége van, hogy Európában még háborút kell megélni, hogy menekültek érkeznek tömegével, akár ide Székesfehérvárra is, vagy hogy ebből fakadóan, tehát a háborúból fakadóan olyan energiakrízis lép föl, ami szinte ellehetetleníti a mindennapi működést, de ezt mind átéltük az elmúlt esztendőkbe. Ha legalább ilyen nagy váratlan események nem lennének, ha végre több lenne kicsit a béke a környezetünkbe, mint a csatározás, akkor én annak már örülnék. Mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy több területen is nagy kihívások elé nézünk, a város alkalmazkodó képességét folyamatosan javítani kell. Elég csak erre a nyára gondolni, ugye a klímahelyzetre, azért itt nem hogy tartósan 30 fok fölött, hanem tartósan 40 fok környékén volt a hőmérséklet. Ez nyilván új feladatokat is ró ránk, bár az előző években már szerencsére megelőzés szempontjából is több mindent el tudtunk végezni. Ott a digitális korszaknak, a mesterséges intelligenciának a megjelenése, ami nyilván hat a városi szolgáltatásokra, a helyi gazdaságra, a helyi iparra, tehát erre is nagyon-nagyon oda kell figyelnünk. És hát ott van a gazdaság, ami alapja a mi működésünknek és fejlődésünknek, hiszen a gazdasági növekedésből származó pozitív bevételi egyenleg az, ami fenntartható módon a város fejlődését szolgálta az elmúlt években. Köszönet azoknak a dolgozóknak, akik ezeken a helyeken teszik akár ezekben a pillanatokban is a dolgukat. Viszont látunk az európai gazdaságban számos aggasztó jelet, különösen az autóiparban. Ez nyilván 6-85%-ban exportra termelő város gazdaságára is. Úgyhogy látjuk a KKV-szektoron, a magyar nagyvállalatokon, nemzetközi multinacionális cégeken egyaránt, hogy akik az autóiparral foglalkoznak, ők küszködnek, de bízom benne, hogy ezen sikerül majd túllépni és újra növekedési pályára állni. De mindenképpen az önkormányzatnak óvatosnak kell lenni, takarékosnak kell lenni, és továbbra is ott kell tartani azt az ősi mondást, hogy ameddig az a bizonyos takaró ér, és nem szabad túlterjeszkedni, túlköltekezni, nem szabad a fiatalok jövőjét eladósítani, elzálogosítani, amink van, abból kell jól tudni gazdálkodni, a közszolgáltatásokat stabilan működtetni, javítani a színvonalukon folyamatosan, és újabb beruházásokat megvalósítani. Utóbbinál nagyon nagy szükségünk lesz mind az Európai Uniós forrásokra, mind pedig a magyar kormány támogatására is. Lehet számítani az uniós forrásokra ön szerint? Vagy hát ezt megjósolni ki tudja? Nehéz ezt megmondani, anélkül, hogy belemennek ennek a politikai vetületébe, szerintem nincs indok arra, hogy Székesfehérvár ne kapja meg a nekünk járó európai uniós forrásokat, és hogy érezze mindenki, hogy milyen beruházások képezik a tétjét ennek a fajta vitának. A Bakony utca valóban készítve, gyakorlatilag szinte azonnal lehetne a közbeszerzést indítani, az Úrhidai út felújítása szintén ennek a programnak a része, számos iskola felújítás, szociális intézmények, energiahatékonysági felújításai szerepelnek ebbe a programba, ott az intermodális közösségi közlekedési központ, parkolóházzal a vasútállomás mellett, tehát ezek olyan kulcsfejlesztések a város életébe, amit jó lenne minél hamarabb elindítani és minél hamarabb megvalósítani. Mi az, amit mondjuk kamatoztatni tudnak a 2019-es mondjuk válságmenedzsmentből majd az új ciklusban? Biztos vannak ilyen tapasztalatok. Talán az alkalmazkodó képesség erősödött, a rugalmasság erősödött, az, hogy igazán úgy érezzük, hogy nem érhet bennünket meglepetés, mert lehet, hogy meglepetésként jön, de hozzászoktunk ahhoz, hogy jöhet ilyen, tehát kezelni is kell ezt tudni. De önmagában egy több mint 1050 éves városnak nagyon sokszor volt nagyon nehéz időszaka, amit át kellett élni, túl kellett élni. Mi mégis itt vagyunk, mégis Székesfehérvár polgárai vagyunk, mégis magyarul beszélgetünk. Tehát az először is az optimizmus az szükséges, hogy akármi történik, azt is meg fogjuk oldani, túl fogjuk élni, és fog tudni a város fejlődni. Vannak a város előtt nagy-nagy kihívások, elég mondjuk, hogy csak a közlekedésre, gondolok akár a közösségi közlekedésre, parkolásra, a zöld terület arány folyamatos növelésére, a növényzet átalakítására, ugye szárazságot, nagy meleget jobban bíró növényekre. Tehát sok-sok feladatunk van az élet gyakorlatilag minden területén. Én ezt sok sikert kívánok önöknek. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethettünk, és köszönjük szépen a bizalmat. Köszönöm szépen nézőinknek a figyelmet, ezt a beszélgetést is visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köztérre még a héten jelentkezünk, hiszen ma Köztér Extrával foglalkoztunk itt Székesfehérvárt érintő ügyekkel. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.